A Hétmesterlövészet című műsor műsorvezetői Puzsai Róbert és Farkas Attila Márton nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntik a kedves hallgatókat. Ez a Rádiókafé és a Hétmesterlövésze. A filmek, amelyekről beszélni fogunk a mai napon, azok egyaránt nagyon oda tesznek a végén a fejeteknek. Fogalmazunk úgy, hogy egy brutális fordulat az, ami megcsavarja az addigi cselekményt, vagy fogalmazunk úgy, hogy ami addig olyan egyértelmű és olyan érthetőnek tűnt, és mi, hogy ti vagytok a beavatottak, ugyebár mindig a néző tud a legtöbbet a filmről, persze nyilván a rendező után, és röhög azon, hogy a szerencsétlen hősei a filmnek, azok mennyire nem értik meg, mennyire nem tudják, hogy mi van, és akkor a végén kiderül, hogy te se értettél se semmit se az egészből. És ez mindig nagy élmény, és az ilyenek az egy nagyon bevésődnek, meg az ilyenekről mindig nagyon nagy élmény beszélgetni, és már volt egy adás, amit megtöltöttünk ilyen filmekkel, és most még egy adás megtöltünk ilyen filmekkel, mert ezek a legjobb filmek, és nagyon nehéz róluk beszélni, úgyhogy nagy szakmai kihívás. Ez a poén az egészben, hogy csattanós filmekről van szó, és ugyebár nem lőhetjük le a csattanót, akkor mi a francról beszélünk? Hát igen, ezért jó erről beszélni. Hát ezért nagy kihívás, fogalmazhatunk így is. Az első film, amiről beszélni akarunk, az a Nincs kiút című film, ami egy krimi. Thriller, politikai krimi. Igen, egy kém sztori. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ütős. Gene Hackman és Kevin Costner a főszereplők. Igen, a film az egy nagyon nagy átverésről szól. És aztán már csak az a kérdés, ami a film legvégei kérdés, hogy most ki ver át itt valójában, hogy ki az, aki a háttérből mozgatja a szálakat. És hát ezzel kapcsolatban sose lehettek biztosak. Egy tényleg nagyon jó film, tényleg nagyon fordulatos film, és megmondom, hogy ha nem lenne a brutális csavar a végén, akkor is egy nagyon jó filmről beszélünk. Így van, mert egy hihetetlenül izgalmas szituációba csöppenünk már az elején. Tulajdonképpen magáról a tartalmáról lehet beszélni, tehát lehet körvonalazni, így van. Kevin Costner egy hőst játszik, egy amerikai, hát egy kitüntetést vesz át, és szerelmes lesz egy tiltott nőbe, ugye egy tabu nőbe. Ez klasszikus, ez nagyon-nagyon sok filmben megjelenik. De miért tiltott az a nő? Hát azért, mert a miniszternek a szeretője. A külügyminiszternek a szeretője. A hadügyminisztert, azt miért hívják honvédelmi miniszternek? Főleg egy olyan ország esetében, mint Amerika, amelyiknek a területén sosincs háború, hanem mindig valahol a tengeren túlon háborúznak, és ők honvédelemről beszélnek, vagy védelmi miniszter. Már az sincs benne, hogy honvédelmi, hogy védelmi miniszter. Miféle védelemről van szó? Hát mert nyilván a támadással megelőzik a csapást. A megelőző miniszternek a szeretőjével van. Egyébként Gene Hackman már játszott ilyesmit, ugye van egy másik film, ahol az Amerikai Egyesült Államok elnökét játsza. Igen. És az ő legfőbb szponzorának a fiatal feleségével hetyeg, akit aztán egy féltékenységi rohamba megöl. Igen, ez az Állam Érdek című film. Ez és itt is minisztert itt játszik. Is ugyanaz a szituáció. És szintén megöli a nőt. De ez egy sokkal jobb film. Igen, jobb film, meg a Gene Hackman sem annyira elborult, mert a Gene Hackman abban a filmben tényleg egy ilyen rettenetesen romlott és démoni figura. Itt meg egy szerencsétlen, karizmátlan, a körülmények által sodortatott minisztert játszik. Így van, és ugye hát a sztori az, tehát hogy szerelmes a tiltott nőbe, és megy randevúra, és látja a Gene Hackmant. És akkor először féltékeny, de aztán később ez lesz a legkisebb gondja. Mert nagyon nagy bajba kerül. Nagyon nagy bajba kerül, így van a nő. Ugyanis azután, hogy a Gene Hackman megöli a miniszter, megöli a nőt, ezután hát ki kell találniuk valamit. És azt találják ki, hogy hát el kéne kapni a szeretőt, mert hogy a szerető látta a minisztert besétálni a halott nőhöz, tehát mindenképpen el kell kapni. És tehát viszonylag jó helyzetben vannak, hiszen ők a hadügyminisztérium. És kit bíznak meg a nyomozással? Történetesen a szeretőt. Éppen a szeretőt bíznak megtekintett arra, hogy nem tudják, hogy ő az. Saját maga után kell nyomoznia. Tehát nyomoznia kell saját maga után, és hát valamit ki kell találni persze hozzá, ki kell találni egy fedősztorit. A fedősztori pedig az, egy régi-régi elfeledett kémet kell felkutatni, Jurit. Jurit, így van. De ez a Jurit, tehát hogy ez körülbelül olyan sztori. Egy régi 50-es évekbeli legendát. Ja. Az orosz alvó ügynökről, aki itt nevelkedett az Egyesült Államokban, és gyerekkora óta kiválóan beilleszkedett és beszél az ottani, tehát nem csak hogy angolul egyetlen a kulturális nyelvet, amerikaibb az amerikainál, és hát ezt a Jurit kell leleplezni, mert nyilván ez ölte meg a nőt. Jó, hát de ez a Jurira való hivatkozással folytatott nyomozás, az körülbelül olyan, mint amikor George Bush a Saddam Husseinnek az Al-Qaida kapcsolataira hivatkozva jutott háborút irányára, tehát semmiféle, vagy Irak ellen, tehát semmi.
mintha már csak a jövőbe látnék, de hát reméljük, hogy ilyenre már nem fog sor kerülni. Szóval, hogy ez egy elképesztő vércinizmussal. Tehát egy igen, egy brutálisan nagy kamu, vagy olyan, mint amikor az atomfegyverekre, meg a vegyi fegyverekre hivatkoztak, és aztán egyet se találtak belőle. Szóval azt se lehet tudni egyáltalán, hogy ez a Yuri létezik-e. Lehetséges, hogy ez a Yuri csak egy név, lehet, hogy réges-régen meghalt, lehet, hogy réges-régen visszavonták a ruszkik. Valószínűleg nem. Tehát senki nem hisz benne. Igen, senki nem hisz Yuriban. Legfőképp azok nem, akik kitalálták, hogy ő utána nyomozzanak, hogy eltussolják a gyanút a tulajdonképpen egy gyilkosról, Jane Hackmanről, azaz a honvédelmi miniszterről. Igen, de hogy mondjam, tehát az tudjuk jól, hogy az Egyesült Államoknak mindig szüksége van aktuális ellenségekre. Hogyha nincsen, akkor ki kell őket találni. Mert hogy a katonai költségvetést azt mindig bővíteni kell, és hát ezen kívül pedig hát folyamatosan fel kell tartani a háborús pszichózist az Egyesült Államokban. Ezen felül pedig nyilván vannak olyan akciók, amikhez be lehet dobni egy ilyen nevet, hogy Yuri a nép ellensége, Yuri, aki már itt tolálkodik a kertek alatt, Yuri, aki éppen most akarja a hátunkba döfni a kést, és erre hivatkozva el lehet kapni a szemtanút, aki éppen látta a gyilkosság előtt a minisztert annak a csajával. Tehát, hogy valami ilyesmi a cselekmény, és hogy innen még hova, de hova jutunk el, hát elképesztően izgalmas és elképesztően fordulatos pillanatok várnak rátok, már ha megnézitek. Segítened kell. Lelassítottam, ahogy csak tudom, lehetett. Tudom, de nem sokára felismerhető lesz. Többet nem tehetek. Meg fognak ölni, Sam. Két napja nem aludtál. Komolyan beszélnek, ez az utolsó esélyem. Nem értelek, ha nem te ölted meg a lányt, miért akarna bárki is téged? Bryce öltelek. Bryce? A szeretője volt. Úgy tudtam, hogy a te... Ide néz. Látod ezt? Antik aranyszelencia. Ezt Bryce kapta a marokkói kormánytól. Ő ajándékozta Susannek. Csak ezzel tudom bebizonyítani, hogy ismerte. Le fogja fújni a keresést. Biztos vagyok benne, Sam. Értem. Hiszel nekem? Akkor be tudnád ezt vinni a külügy számítógépébe? Meg tudom. Jó, de hajlandó is vagy rá, Sam? Mindent megteszek. Az elképesztő, hogy ő vezeti a nyomozást saját maga ellen, és miközben látványosan kifelé, a miniszter felé azt kell felmutatnia, hogy ő hatékonyan nyomoz ebben az ügyben. Hát rábízzák a hadügyminisztériumnak az egész titkosszolgálati apparátusát rábízzák, de miközben folyamatosan nyomoz saját maga ellen, közben meg a okna munka gyanánt, a saját maga ellen folyó nyomozást kell hekkelnie, vagy hogy fogalmazzak, azt kell szabotálnia. És miközben nyomoz kifelé, a közben szabotál a háttérben. Tehát, hogy egyszerre csinálja a kettőt, ez valami, de annyira rohadt jó, hogy az elképesztő. Hát, hogy van például egy életlen kép a feltételezhető szemtanúról, aki a kifelé kommunikálva a feltételezhető Yuri. És ezt a képet, ezt lassan összerakja egy szoftver. És ő neki meg lassítania kell, hát miközben zajlik a nyomozás, folyamatosan raknak össze egy képet a feltételezhető Yuriról, ami... az ő arca jön ki. Igen, már majdnem látszik az arca a nyomozónak, és hát gyorsan valamit csinálnia kell, hogy tehát így lassítania kell a nyomozás saját maga ellen. Mondom, fantasztikus a film. Láttátok a filmet? Van véleményetek a filmről? Akkor... Nem egy ismert film, nem egy közismerten jó film, pedig egy egyértelműen kiváló film. 0629986986 az SMS számunk, radiokafé@radiokafe.hu az e-mail címünk. Ezekre az elérhetőségekre írjátok meg nekünk, hogy melyek voltak az impulzusaitok ezzel a filmmel kapcsolatban. Most nem mehet be! Most nem mehet be! Azt mondtam, hogy nem mehet be! Ön nagy, milyen jogon merészel maga ide be? Fújja le a nyomozást! Köszönöm, Nori. Maga nem egy orosz kém után nyomoztat, magának az az ember kell, aki tudja, hogy Susan Atwell a szeretője volt. Egy aranyszelencét adott neki, melyet a marokkói külügyminisztertől kapott ajándékba. Fogalmam sincs, miről beszél. A protokollnak is bejelentette. Semmit se jelentettem be a protokollnak. Igen? Akkor hogy került a komputerbe? Mi? A külügy nyilvántartása szerint bejelentette. Vegye fel a kagylót és fújja le a nyomozást! Azonnal! Fújja le, mert különben magát fogom lecsukatni! Nyugodjon meg, hivatom Scottot, aztán jöjjön be az isteni! Elnézést, miniszter úr, tudni akartam, nem esette baja. Yuri itt van valahol, gyilkosság történt. Lelőtte Dr. Hesselment. Ó, a szentségét! Szóval ez tényleg egy remekbe szabott film, én pedig megmondom, hogy ezekkel az kémekkel kapcsolatban én mindig zavarba jövök, amikor arról van szó, hogy hát egy demokratikus országnak van egy ilyen kém tevékenysége, az azt jelenti, hogy megfizet egy figurát, akit feljogosít mindennel, amivel egyébként normálisan hát nyilván nem rendelkezel, tehát ilyen jogosítványokkal, mint például License to Kill. Ez egy nagyon gizda dolog a James Bond filmekben, de azért gondoljunk ebbe bele. Tehát az állam fölhatalmaz egy ügynököt azzal, hogy téged megölhessen. Tehát ha egy akció
során. Az akció sikere úgy kívánja, hogy téged megöljön, de te ellened nincs semmi bizonyíték, meg nem is vagy terrorista se, meg semmi se. Csak egyszerűen, mit tudom én, útban vagy, vagy mit tudom én, félre kell téged állítani valamiért, egyszerűen taktikai vagy stratégiai okokból, akkor egyszerűen te kilőhető vagy, és az állam hozzájárul ahhoz, hogy te meghalljál, mert az egy magasabb rendű érdek, és ő téged egyszerűen meg lehet ölni, ki lehet iktatni. Egyébként, hogyha emlékeztek a Nikitára, amikor azt mondja a kábítószeres csajnak, hogy az államnak fogsz dolgozni. Az a mondat annyira nyomasztó és elborzasztó. Tehát szörnyű, bocs, mint hogyha azt mondanák, hogy a maffiának, vagy mit tudom én. Tehát van benne valami félelmetes, titokzatos, sötét, misztériózus, nyomasztó, lehangoló, nem? De egyértelmű. De jó, de mekkora film egyébként? Arctalan, alaktalan. Persze, világos. Csak majd beszéljünk róla, mert ez is egy kiváló film, csak, és erről még nem csak volt szó. Amikor érted, ott is felmentik minden alól, és kreálnak neki egy új személyiséget, és azt mondja, hogy az államnak dolgozom. Mennyi minden van belesűrítve ebbe a mondatba, ebbe a rövid kis tőmondatocskába, hogy az államnak fogsz dolgozni, vagy az államnak dolgozol. Attila, lenne egy kérdésem hozzád. Na. Képzeljed el, hogy a szomszédod feltöri a lakásodat, bemegy hozzád a lakásodba, és ott kutat az íróasztalodban a mindenféle irataid iránt. Amit fontosnak talál, vagy amit használhatónak talál, azt egyszerűen elveszi. Amit meg nem, azt ott hagyja, amit, mit tudom én, érdekes a számára, azt lefényképezi, és utána meg egyszerűen elhagyja a lakásodat, és kész. Hogyha mondjuk a otthonodban tartasz egy kutyát, amelyik így éppen harapna, akkor azt nagyon lövi, hogyha nagyon pampog az anyu, akkor anyut is agyon csapja, hogy ő leüti, aztán vagy meghal, vagy egyszerűen csak megnyomorodik. Szóval valami ilyesmi, tehát hogy előadja így magát. Tehát te mit szólnál ehhez az esethez? Tehát mondjuk egy valaki, aki ilyesmit tesz a szomszédjával, arra azt mondjuk, hogy ez egy köztörvényes bűnöző, és börtönben van a helye. De mi a helyzet akkor, hogyha ilyet egy állam tesz egy másik állammal? Tehát, hogy államok között történik ez, akkor azt, aki ezt megteszi, nem az, arra másik... nem azt mondják, hogy ez egy bűnöző és börtönben van a helye, hanem azt mondják, hogy egy nemzeti hős, és őt kémnek hívják. Ezt erre azt mondják, hogy ez egy titkosszolgálati akció volt, és ez a szó, ez a frázis, hogy titkosszolgálati akció, ez újra értelmez mindent. De szerintem ez nem is a legjobb megközelítés, hogy az egyik állam a másik állammal, hanem akár veled. Tehát a saját állam állampolgárával is. Bárkivel megteheti. Az állam, ez a poén, az egyénnel teszi hát meg. Konkrétan veled is megteheti, bárkivel megteheti. Tehát az, hogy license to kill, ez a legmagasabb fokú jogosítvány, az azt jelenti, hogy az állam az följogosítja az ügynököt azzal, hogy megölhet bárkit szabadon, minden, nem úgy vizsgálat nélkül, anélkül, hogy a szemében néz, anélkül, hogy azonosítaná a kilétét. Tehát hátulról agyon lőhet bárki. Ez, hogy is mondjam, ez a mi közös biztonságunk érdekében történik. És mit mondunk az áldozatnak, hogy tulajdonképpen valamilyen értelemben a saját biztonsága érdekében került veszélybe és halt meg? Amikor 2001 után volt ez a nagy hacacári, évekig volt egy jó, hát a háborúk idején volt egy ilyen általános hisztéria nyugaton, Londonba agyon lőttek egy brazil férfit. Úgy is nevezték utána, ironikusan a Terry Gilliam filmre asszociálva, hogy a brazil. Tehát a rendőrök minden további nélkül tévedésből lelőtték. És a magyar lapok, én még emlékszem Acél Endrének a vezércikkére a Népszabadságban, a magyar lapok elkezdték, hogy is mondjam, ezt tisztára mostni, ezt az egész ügyet, hogy hát a biztonságunk érdekében, és így tovább, jó szegény brazil férfi, nem is volt terrorista, nem tehet róla. Szeretném a magyar államot megkérni, hogy addig, ameddig Magyarország területén nem ketyeg egy nagy teljesítmény, vagy nagy robbanású bomba, addig senkit ne bántson az én érdekemben. Tehát addig, amíg konkrétan... De nem tudhatod, hogy hol ketyeg a bomba, az a bomba mindig ketyeg valahol. Itt van az SMS író, azt írja, az állam a rendőrséget is felhatalmazza. Hát igen, azt hiszem, hogy Gergényi meg Gyurcsány is annak idején ebbe a tévedésbe esett bele, mint te, kedves SMS író. Nem. Nem hatalmazza fel az állam a rendőrséget arra, hogy mindenféle feltétel nélkül embereket lőjön le. Nem. Ez nincsen így. Az állam a rendőrséget arra hatalmazza fel, hogy törvényes eszközökkel embereket bilincsben elszállítson. Erre. Tehát ártalmatlanná tegyen, az ellenállásukat törvényes eszközökkel megtörje, és őket bilincsben bevigye. Erre és nem többre. Tehát, hogy viszont más a helyzet a titkos ügynökkel. A titkos ügynöknek valóban minden szabad, olyannyira minden szabad, hogy az is titkos, hogy mi minden szabad. Milyen ember megy el titkos ügynöknek?
Egyáltalán hogy képződik egy ilyen? A Nikita az felvet egy forgatókönyvet ezzel kapcsolatban. Tehát az a film az arról szól. De mégiscsak egy romantikus alkotás. Ugye a Nikitát mindenki látta, mert megcsináltak a franciák, aztán megcsináltak az amik is. Ugye egy kábítószer, hát a francia javára legalábbis nálam. Hát ez a, hát természetes. Így van, de hát egy kábítószeres balhés kis csajt kiképeznek titkos ügynöknek. Úgyhogy törlik a személy. Neki egy temetést. Hát, hát törlik a személy azonosságát. Igen, igen, de a James Bond filmekben is, hát a You Only Live Twice című, vagy Csak kétszer élsz című James Bond filmben is James Bondnak a halálával indul a cselekmény. Tehát, hogy kap egy temetést, és aztán újra indul a James Bond 2.0 verzió. De a valóságban is ilyen romantikus lehet? Én azt gondolom, hogy az megy el titkos ügynöknek, akinek nincs más dobása. Te vagy az egyetlen, akinek elmondhatom, hogy ez az egész kémtörténet kam. Jurinak semmi köze a gyilkossághoz. Semmi. Ez az egész csak álca. Többet nem mondhatok. Ez komoly? Az Isten itt szelme. Ezzel csak téged akarlak óvni. Hidd el. Ezek a mocskok már megpróbáltak elhallgattatni egy tanút. Mit tehetek érted? Le tudnád lassítani a fotó kidolgozását? Időre van szükségem, Sam. Időbe telik, még mindent tisztázok. És aztán kapjuk az SMS-eket ömlesztve, de úgy tűnik, hogy egyikötök sem látta ezt a filmet. Ebből is látszik, hogy egy mennyire finom kis inyenc falatkára bukkantunk a filmözönben, hogy ez a film, ez valóban nem egy ismert film, pedig hát mondja Gene Hackman és Kevin Costner. Fura, hogy nem egy ismert, mert ráadásul dögizgalmas. Halálizgalmas. És ráadásul még akció jelenetek is vannak benne, jó, mondjuk robbanó autók, meg ilyen hülyeségek nincsenek. De nagyon népszerű. Pörgős, tehát hogy mondjam, tömegek által is megnézhető. Abszolút, tehát nem, egy teljesen kommersz formanyelvű film. Így van. Úgyhogy ettől aztán tényleg kár félni, tehát most nem arról van szó, hogy itt elszabadult a tarkovszkijizmus, meg ilyesmi. Tehát ezt a filmet aztán tényleg tömegesen meg lehet nézni, úgyhogy legyetek szívesek. Tarkovszkit is meg lehet tömegesen nézni. Itt van a kedves SMS író, azt írja. Ott voltam kb. Egy héttel a brazil srác halála után, azt a hisztériát ti elképzelni nem tudjátok, ami Londonban volt. Hát jó, persze. Igen, mert ott még érzékenyek az emberi jogokra. Itt Magyarországon ez mit tudom én... De mit ért hisztéria alatt? Tehát azt, hogy a srác miatt balhéztak, vagy pedig a terrorizmus való félelem kiváltott a hisztériáról, ír az SMS író. Tehát talán válaszol az SMS író. Igen, igen. Nem engedtek bennünket, Mark, de állítólag több száz, vagy talán több ezer ember tolongott, arra vár, hogy hazamehessen. Akik már kijutottak, elmondták, hogy a CIA-dísek, a katonai hírszerzés nyomozói vizsgálták át őket. Valószínűleg egy kémet keresnek, aki bent rekedhetett a Pentagonban. Továbbra is figyelemmel kísérjük az eseményeket, és amint új híreink vannak, kérem, ismét jelentünk. Kérem, egy szóra, nyilatkozzon, legyen szíves! Melissa Donaldsont, a WCDM tudósítóját hallották a Pentagonból. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csavaros a film. Elképesztő, hogy a bejátszók alatt, meg a reklámok alatt, meg a nem tudunk beszélgetni úgy a filmről, ahogyan veletek nem fogunk beszélgetni a filmről, kedves hallgatók, mert nektek meg kell nézni, nem fogjuk lelőni a poént, de frenetikus a vége. Tehát tényleg így kaptok egy új értelmezést hozzá. A végén tényleg... van egy akkora slussz poén, hogy padlót fogtok. Garantáltam. Egyébként vitatkoznék veled, kedves Attila. Már miről? Hogyha nem sosem lehet tudni, hogy Magyarországon éppen ketyege, akkor ne lőjenek le senkit, akkor ne kínozzanak meg senkit, akkor járjanak csak el törvényesen és normálisan. Abban a pillanatban, hogy bizonyítékuk van rá, hogy ketyeg, abban a pillanatban tényleg ott kitágul a cselekvési kör. Nem lehet véletlen vicceltem, az... Vicceltem, ironizáltam, persze, nem világos. Vetted észre jó, a hangsúlyomba a gúnyt. De fontos megemlíteni, hogy a 24 című sorozat az azért készült el, hogy igazolja az amerikaiak számára a fogolykínzásokat, és ott mindig csak abban az esetben, mert nyilván csak abban az esetben igazolható erkölcsileg a fogolykínzás, amely esetben Amerika területén éppen ketyeg egy bomba. És akkor ezzel, tehát tulajdonképpen kellett gyártani egy olyan mítoszt, és ez lett a 24, és ez lett Jack Bauer, Kiefer Sutherland-del a főszerepben, amelyben a kínzóval tudsz azonosulni. Hát addig mindig a megkínzottal azonosultál. És kellett egy ilyen pillanat, amikor a kínzóval tudsz azonosulni. A 24 egy Bush János propagandafilm. Igen, és nagyon visszafelé. És ez a Kiefer Sutherland adta a nevét, meg az arcát. Ez aki, és aki egyébként egy balos figura, bár ez egy másik kérdés, hogy a legjóságosabb, legangyali szívű amerikai elnök David Palmer, az abban a később Wayne Palmer az őcse, az abban a sorozatban jelenik meg, és alig, ha nem, Barack Obamának sem lett volna esélye elnökké válni enélkül. Szóval visszafelé sült el egyébként ez a fegyver, de az már egy másik kérdés, és egy fontos kérdés, hogy
hogy nem ketyeg, eddig még soha nem ketyegett aktuálisan atombomba Amerikában, tehát soha nem volt, tehát ezen az alapon soha nem lett volna okuk a fogolykínzásokra, tehát meg van hamisítva ez a körülményrendszer abban a filmben, amely igazolja a fogolykínzásokat, például az olyanokat, amik Guantanamon folytak. Osztályozzuk már le a Nincs kiút című filmet. 8. Egy nagyon erős 8-as. Úgyhogy azt mondom, hogy aki szereti az izgalmas trillereket, annak kötelező érvényű. Főleg a jó kis politikai trillereket. Úgyhogy nézzétek meg. Ez továbbra is a Rádió Café, a Hétmesterlővésze című műsora. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton számít a figyelmetekre és az érdeklődésetekre. Az előző film, amiről szó volt, az a Nincs kiút című film, amelyről pedig most lesz szó, az a Puszta formalitás Giuseppe Tornatore filmje. 0620 9986 98 az SMS számunk, és radiokafé@radiokafe.hu az az e-mail cím, amelyen tudtok kommunikálni velünk, és amely interaktívá teszi azt a teret, amelyben mi ezeket a filmeket a ti számotokra ajánljuk. Apropó, a Nincs kiúttal kapcsolatban, ezen a magyar címen nemrég tudtam meg, éppen Puzsér barátomtól, hogy van egy másik film, mi itt a Gene Hackman, Kevin Costner féle Nincs kiútat ajánljuk, és nem pedig a szintén magyarra fordított másik ilyen című filmet, az egy nagyon B-movie. Igen, nem, van egy No Place to Hide című Nincs kiút, azt ne nézzétek meg, mert az egy nagyon B-film, Drew Barrymore-ral, Chris Christophersonnal, meg Martin Landau-val, egy nagyon B-film, nagyon gyenge film, ne nézzétek meg, és van egy No Way Out című Nincs kiút, ez a Roger Donaldson, igen, ez a Roger Donaldson féle kémthriller Gene Hackmannel és Kevin Costnerrel. Ez az, amit ajánlunk a figyelmetekbe, ez az, ami kiváló, és ez az, amiben nem csalódhattok. Na most, hogyha ezt megnézitek, és valóban megnézitek, akkor tovább léphetünk a következő leckére. Ez a következő lecke. Egészen különös, furcsa csemegét ajánlunk, ez pedig egy olasz-francia koprodukciós alkotás. Giuseppe Tornatore-nek a Puszta formalitás című filmje. A zenéje Ennio Morricone, tehát ez már önmagában a siker garanciája. A siker garanciája, így van. És hát ugye a két főszereplő, az pedig az egyik, az nem egy színész, hanem egy rendező. Ahhoz képest meg milyen kiváló. És ahhoz képest, hogy milyen kiváló színész? Jó, mondjuk ő a saját filmjeiben játszott régebben. Hát ő az, akinek a Halál és a lányka és a Keserű mész című filmjeivel már ebben a műsorszériában is foglalkoztunk. Az egyik legkiválóbb rendezőről van szó, és ez nem titok. Én azért is kedvelem őt, mert amellett, hogy elmélyült és nagyon-nagyon erős és nagy hatású filmeket csinál. És ha bár pedofília miatt üldözték ki az Egyesült Államokból, mégiscsak valahol egy kiváló rendező. És annak ellenére, hogy pedofília miatt kiüldözték az Egyesült Államokból. Bár a Zongorista című film, egy nagyon középszerű alkotás. De nem mehetett el átvenni, mert hogyha elment volna akkor átvenni, letartóztatták volna, tehát nem jutott volna el a szobrocskáig az Egyesült Államokban. Na, kiről beszélünk? Hát ki másról lenne szó, mint Roman Polanskiról. Polanski az egyik főszereplője a filmnek, a másik pedig Gérard Depardieu, aki a regényírót Onoffot játsza. Onoff és a felügyelő. Ők azok, akiknek a dialógusa a filmnek a 85%-át teszi ki. Tulajdonképpen a film az egy olyan, mintha egy színdarab lenne egyébként. Ez egyébként... Kamaradarab. Igen, forgatókönyvből készült, tehát nem egy kamaradarabnak az előadása, de nagyon de az olyan, a benyomás. Nagyon olyan. Elképesztően kis költségvetésű filmről van szó, tehát tényleg egy filléres darabról. De a szónak csak az anyagi értelmében, a szó erkölcsi, a szó kulturális értelmében, tehát a filmnek a művészi hatás ereje, az viszont elképesztően nagy. Tehát, hogy tényleg azt lehet mondani, és az intellektuális tartalma, és ne felejtjük el. És érzelmi hatása is. És az érzelmi hatása is. És a Gérard Depardieu pedig egészen kiváló. Egy zsenit játszik, aki... Egy írót. Igen, akit nagyon komplex és nagyon kettős a viszonya a felügyelőnek az íróhoz. Ugyanis az író az egyrészt egy vádlottja egy gyilkosságnak. Na, és a kihallgatás az erről elmesélhetjük szól. Elmesélhetjük magát a sztorit. De a végét soha. A végét nem. Természetesen nem. A végét látnotok mert kell. Mert csattanós ez is. Fordulatos filmekről beszélünk, aminek nem árulhatjuk el a poénját. Vagy éppen a slussz poénját. Ez ugye úgy kezdődik, hogy menekül a Depardieu egy éjszakai, sötét, zivataros erdőbe. Eldördül egy lövés, ezzel kezdődik. Egy pisztolyt látunk, és eldördül egy lövés. És utána pedig őrült módon menekül a Depardieu egy erdőbe, és elkapják őt a rendőrök.
Hát vagy inkább begyűjtik, fogalmazunk. Lámpa villan a sötétbe, tehát sötét, nagyon jó kép, tehát egy sötétségbe megyünk, és fényt látunk a sötétségbe, és megy a fény felé, és rendőrök is elkapják, és beviszik egy toronyszobába, ahonnan tulajdonképpen semmiféle szökési lehetősége nincs. És itt kezdődik a párbeszéd Polanski, aki magát Leonardo da Vincinek nevezi, egy egészen furcsa, groteszk szituáció. A leghalálosabb komolysággal, noha teljesen iróniának vélhetjük az egészet. Igen, az elején egyébként teljesen fel vagy háborodva, hogy ezek a rendőrök, ezek milyen rohadt, büdös, cinikus banda, hogy egyszerűen begyűjtenek egy embert, akinek az összes bűne az, hogy nincsen nála igazolvány, és aztán a rendőr kérdezi, hogy mi a maga neve, az nem hajlandó válaszolni, és akkor a másik azt válaszolja, hogy akkor én, és magának mi a neve, és akkor azt mondja a rendőr, hogy Leonardo da Vinci vagyok, kvázi, ami kvázi annyit jelent, hogy mi között hozzá te hülye, én a rendőr vagyok. Ennél egy kicsit több a dolog. Hát aztán később kiderül, hogy ennél lényegesen több a dolog. Mert ezzel nem lövöm le a poén, de a legvégén, amikor a Depardieu távozik, megkérdezi a rendőrt, de most tényleg komolyan mondja meg, mi a neve. Csak a rendőr halál komolyan mondja, hogy Leonardo da Vinci. Szóval, de hát ezt nem árulhatjuk el, hogy ez miért érdekes. Hát, az érdekes a dologban az, hogy aztán hamarosan kiderül, hogy Onofnak, ennek a regényírónak, akinek egyébként a felügyelő, nagyon nagy rajongója, az összes könyvét olvasta, és bizonyos részleteket fejből tud, tehát betéve tud. Ez is egy érdekes dolog. Hogy mekkora rajongója neki. Tehát olyan, mintha egy személyes rendőre lenne neki. Mintha fel lenne készülve belőle olyan. És aztán hamar kiderül, hogy ennek a bizonyos Onofnak, ennek a regényírónak amnéziája lett. De a pisztoly eldördülését megelőző fél órára nem is emlékszik. Márpedig akkor történt egy gyilkosság, és van egy áldozatuk. Csak hogy az áldozatnak a kilétéről nem nagyon tudnak semmit, mivel hogy szétroncsolódott az arca. És a meló, amivel a felügyelő, akit Robert Polanski játszik, ugye szembenéz, az az, hogy sikerüljön beazonosítani az áldozatot, illetve sikerüljön megtalálni a gyilkos. De mindeközben a vihar következtében egy áramszünet történik itt. Egyébként egy ilyen vidéki, mindenki által elhagyott erdőben található rendőrségről van szó. Úgyhogy igazából nem számíthatnak senkire, nem kérhetnek segítséget senkitől, és itt ebben az esős éjszakában kell, tehát tulajdonképpen nagyon hasonló, mint a Roman Polanskinak a Halál és a Lányka című filmje, ami szintén egy kis költségvetésű film, szintén kamarabb darabszerű, sőt, az egy darabnak a filmfeldolgozása, szintén egy szobában játszódik kint, esik az eső, tehát hogy és szintén éjszaka van. Szereti Polanski az ilyen dolgokat. Igen, és amíg azt rendezte, addig ebben játszik, és amíg az a film kiváló, addig az a film meg talán még kiválóbb, szóval hogy ezek kiváló filmek, és tényleg nagyon nyomasztó, és nagyon-nagyon erős, mert hogy így a két figurának a jellemében nagyon mélyen bele tudjuk ásni magunkat, annyi időnk van rá, meg annyi lehetőségünk, szóval hogy ezek a dialógusok, ezek vezetnek minket egész végig. Giuseppe Tornatore-ról azt kell tudni, míg Ennio Morricone zenéjét hallhattátok, ami a film zenéje, hogy nagyon kevés filmet rendezett, de azok nagyon-nagyon nagy igényességgel lettek megrendezve. Nagyon klasszikus formanyelvű rendezőről van szó. És mégis ilyen ütős filmekről. Egy olasz rendező, aki például a Cinema Paradiso, vagy Cinema Paradiso, az egy biztos, hogy egy ismert film lehet számotokra. Az óceánjáró zongorista legendája Tim Roth-tal a főszerepben. Kiváló film. Hát, ismeretes, hogy Koltai Lajos volt az operatőre. Például a Malina című filmet is érdemes megemlíteni, amelyben a Monica Bellucci játssza a főszerepet, és egy nagyon erős drámáról van szó, szintén kiváló film. Cinema Paradiso az mondjuk egy kicsit gyengébb alkotása, tehát kicsit szirupos, kicsit gicses, nem rossz, egyébként nem rossz film, nagyon visszaadja a régi moziknak a hangulatát, szépségét, és ez a szerelmi történet is érdekes benne, de igazából nem sem az óceánjáróhoz, sem pedig a puszta formalitáshoz nem mérhető. A puszta formalitás egy rendkívül szikár film. Érzelmileg felkavaró, de mégse rakja ki, nem dobja ki az érzelmeket. Tehát mentes a gics gyanútól. 20 év alatt Tornatore 8 filmet rendezett összesen. Most, aki megkapja a lehetőséget arra, hogy forgasson, az 20 év alatt nem 8-at rendez, hanem, mit tudom én, 18-at. Tehát, hogy ez
Ez nagyon ritka, hogy valaki ennyire csinyán bánik a celluloiddal, és tényleg csak abba fogod bele, amiben nagyon nagy fantáziát látott, és ez egy nagyon nagy igény, nagyon-nagyon igényes rendezőről van szó. Azért is beszélünk most bővebben róla, mert ebben a szériában először beszélünk Tornatore filmről. Az óceánjáró zongorista legendáját azt mindenféleképpen ajánljuk még a figyelmetekbe. De térünk vissza a filmünkhöz, amiről ugye nehéz kicsit beszélni, de hát nem hagyhattuk ki ennek a filmnek az ajánlását, mert egy rendkívül kiváló alkotásról van szó. Egy elgondolkoztató, és tulajdonképpen egy kicsit ilyen beavatás jellegű filmről. De hát ugye a poént nem lőhetjük le, viszont arról érdemes lenne beszélni, hogy a rendőrnek és a tulajdonképpen nevezhetjük a Depardieu gyanúsítottnak? Igazából nem. Tehát nem nincs, tudjuk, hát, még ez is lebegtetve van. Ugye? Az tehát igazság, azért is puszta formalitás a címe, tehát igazolnia kell magát, illetve... El is hangzik a filmben, hogy ez csak egy puszta formalitás, hát, ez persze, nem kihallgatás. Persze. Ez csak egy puszta formalitás, így van. Igen. És mégis nekem sok szempontból a Kafka jutott eszembe. Beszéltünk az egyik elmúlt műsorban a Perről. És arról, hogy egy egész, mindegyikünk ellen zajlik egy, vagy akár több per az életünkben. És az ítélet az már megvan hozva a legelején. És ez a per, ez tulajdonképpen ez egyszerre zajlik fizikai és mentális síkon. Egyszerre zajlik kívül és belül. Folyamatosan szembe találjuk magunk a gyerekkorunk óta, hogy miért kapjuk a büntetést, mit követtünk el, mi a bűnünk. És ez nagyon jól előjön ebben a filmben. Már az elejétől kezdve, ahogy a Depardieu-nek ott tulajdonképpen beszélnie kell magáról, hogy ő kicsoda, és a rendőr pedig az ő egészen személyes rétegeibe hatol bele. Tehát hogy is mondjam, egyik barátom, aki látta ezt a filmet annak idején, és a fafejűsége révén nem jött rá a filmnek az igazi jelentésére, ő azt hitte, hogy ez tulajdonképpen egy őrült rendőr, aki ezzel szórakozik, hogy vájkál a másikba, sőt, ez még több is, mint vájkálás, hanem egy pszichológust is játszik egyszerre, nem pusztán rendőrt, ugye, mert itt arról van szó, hogy a Polanski, alias Leonardo da Vinci, ez egy ilyen pszichologizáló rendőr. Muszáj pszichológusnak lenni, mert ez itt az írónak a műveiről is kérdezés, igen, beszél, igen, és a művészi motivációi előkerülnek, illetve az alkotó energiája, az alkotói válsága, a magánélete, egy csomó minden előkerül, egy puszta formalitás révén, tehát még csak muszáj, nincs is vád. Muszáj pszichologizálni, mert itt nem arról van szó, hogy a Depardieu által játszott Onoff eltitkol valamit, hanem arról van szó, hogy neki amnéziája van. Tehát, hogy ő nem emlékszik valamire, és ezt föl kell hozni a felszínre. Le kell ásni valahova a mélyére. Tehát, hogy itt nem egyszerűen egy rendőrre van szükség, hanem itt egy léleklátóra van szükség. Szóval valamilyen értelemben egy beavatottra van szükség, és hát Leonardo da Vinci-vel kapcsolatban azért lehet bennünk valamilyen elképzelés, vagy lehet a fejünkben valami ilyesmi illúzió. Azt írja az SMS író, Hali, ez a film egyszerűen grandiózus. A néző idegesítése egy perc poénért, de az a poén akkora, hogy ihaj, 11-es, írja nekünk Barna. Tényleg egy kiváló filmről van szó, ez kétség nem. De ez vicces volt az SMS-ben, hogy a néző idegesítés egy... Tulajdonképpen téged idegesített? Hát, hogy mert a barátomnál tényleg ez volt, hogy egy elmebeteg őrült rendőrről van szó, amíg ugye a slusszpoén a végén nem derül ki, de hogy... Elárulom, hogy én megmondom, hogy én tudtam előre, mert, ja, igen, mert beszélgettünk a filmről, és te elmondtad, botormódon elmondtad nekem, tehát hogy én nekem ez az élmény el volt rontva, de én ezt nem fogom, ezt a rossz karmát továbbadni a kedves hallgatóknak, és nem fogom megtenni velük azt, amit te megtettél velem, és nem fogom lelőni nekik a poént, azért nem lesz más választásuk, mint hogy megnézzék ezt a filmet, amely, hát így fú, rettenetesen sok mindenről szól, tehát hogy így önmagunkról. Igen. Tehát, hogy így az az igazság. A létünk értelméről. Igazából ez erről szól. Tehát ahogyan a Kafkának a pere sem egy bírósági procedúráról szól, még csak nem is egy justice mordról szól, hanem az életről és a halálról szól. József Attila írta, Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam, csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van.
hogy bűnös vagyok, nem vitás, de bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Talán egy ügy dolog. Mint őrült eltűnt aranyát, vagy bűnt keresem én, elhagytam érte egy anyát, bár szívem nem kemény. És meg is lelem egy napon az erény hősein, hogy valljak, kávézni hívom megismerőseim, és elmondom, öltem, nem tudom kit, talán az apám. Elnéztem, hogy a vére folyt egy alvadt éjszakán. Elmondtam, s várok. Várni kell. Kifut, hogy dolga van. Elnézem, kitűnődik el, kirettek boldogan. És észreveszek valakit, ki csendben, melegen, int, csak annyit, vannak itt, és te nem vagy idegen. És bár lehet bűnöm gyermekes és együgyű nagyon, a világ akkor kicsi lesz, s én játszani hagyom. Én Istent nem hiszek, s ha van, ne fáradjon velem. Majd én feloldozom magam. Ki él, segít nekem. Hello, hello, ez még mindig a Rádió Café, és a Rádió Cafén még mindig a hét mesterlövésze, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött. A film, amiről beszéltünk, az a Nincs kiút című film volt. Vigyázzatok, két nincs kiút van, de a dilemmából az a kiút, hogy ti a Gene Hackman-es, Kevin Costner-es Nincs kiútat keressétek, és azt nézzétek, és arról beszéltünk most, és az a film az, amire nektek kell. Már nem most, hanem fél órával és ezelőtt, aztán megbeszéltünk a Puszta Formalitás című filmről, ami Giuseppe Tornatore filméről. Kihagyhatatlan, amiről pedig a továbbiakban lesz szó, azok csupa fordulatos filmek lesznek. De megyünk a misztikum felé. Bizony. Viszont még alósok vagyunk a számotokra azzal, hogy leosztályozzuk a Tornatore-nak a filmjét, a Puszta Formalitást, ami nálam egy 8-as. Nálam is egy 8-as, ebben kivételesen megegyeztünk. Egy olyan furcsa dolog ez, hogy itt a Robival egy húron pendülünk. A következő film, amiről szó lesz, az a Másvilág című film lesz, és minden impulzusotokat várjuk. Nekem a személyes kedvencem a Másvilág. 0629986986 az SMS számunk, abban az esetben, hogyha láttátok a Másvilág című filmet, hogyha van véleményetek a Másvilág című filmről, akkor azt írjátok meg nekünk, kérünk titeket. A radiokafé@radiokafe.hu az e-mail cím, azokat lehet bepötyögni, és akkor azon lehet nekünk írni. Titeket megvárlak, aztán még elmegyek szavazni, írja az SMS író, hogy ne a rosszabbik kapjon egyel többet. Igyekszem sose nem elmulasztani a műsorotokat. Nagyon helyesen teszed, kedves SMS író. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Várjuk a további SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. A Másvilág című filmről fogunk beszélni, amelyet Alejandro Amenábar rendezett. Nekem az egyik kedvencem, ez egy kiváló spanyol rendező. Egyébként a Vanília Égboltnak ő volt az írója, hogyha emlékeztek erre a filmre. Hát a filmmel sok gond van, de magát a forgatókönyvet azt nem lehet. Az Amik is. Igen, a forgatókönyvet azt nem lehet eléggé dicsérni. Tom Cruise-zal. Igen. De Penelope Cruz-zal. Igen, az a baj, hogy ez ennek a forgatókönyvírója, a Amenábar. Ami a Másvilágról elmondható, az az, hogy egy jóformán már-már tökéletes filmről van szó. Tehát, hogy így nem is nagyon találom benne a bökkenőt. Ja, először azt hiszitek, hogy ez egy ilyen ijesztgetős thriller. És mint ijesztgetős thriller... Már mint kísértett história. Kísértett thriller, na, tudjátok, akkor... és mint ilyen, mint kísértett thriller, 100%-os. Tehát 100%-osan működik, és aztán majd rá fogtok jönni, hogy ennél borzasztóan több. Tehát, hogy ez egy akkora dráma, és egy akkora misztikus utazás, akkor a megismerés. Az az igazság, hogy amikor azt mondom, hogy misztikus thriller, akkor azt gondoljátok, hogy ilyen Da Vinci kódszerű gagyiról van szó. De nem. Tehát, hogy ez nagyon nem. És nem is a szokványos hülye szellemfilmekről. Tehát nagyon az, nem. Akik ott kopognak a házba, meg mit tudom, előjönnek, meg rémizgetnek, meg halálokat okoznak, meg egyéb. Szó nincs róla. Nem, úgy lehet egyébként, olyan egy rendkívül nyomasztó film, és rettegésteli, és úgy rettegünk, hogy mondjuk ezt elmondhatjuk, egyetlen gyilkosság és haláleset nincs a filmben. Már olyan értelem, hogy erőszakos haláleset. Nincs. Semmi. És az a legdurvább, hogy borzasztóan sok ijesztő pillanat van, de olyan, hogy a vér belét fagy. Tehát és mindeközben azt gondolod, hogy valami szörnyű, sötét, démoni erő a háttérből feni a késeit. És aztán a végén, a filmnek a legvégére meg rátöbbensz arra,
hogy nincs az egész mögött semmi más, mint végtelen szelítség és egy nagy félreértés. Hogy ennyi, hogy semmi, és hogy minden, ami félelmetesnek tűnik az életben, az tulajdonképpen csak egy meg nem értett banalitás. Valami nagyon banális, nagyon hétköznapi, nagyon triviális dolog, de csak egyszerűen félreértetted. Igen, de azért van ennél egy sokkal mélyebb csavar, tehát azért nem hétköznapi sztoriról van szó. Az eredeti spanyol vanília égbolt jó, csattanós és nem gagyi, írja a kedves SMS író. Én ezt készséggel elhiszem, én az a baj, hogy az amerikait láttam. Én láttam mind a kettőt, csak sajnos már eredeti? Ráült nekem az amerikai, tehát már nem tudtam szüzen nézni. Tegnap beszéltünk arról a Dáviddal, az adásban, hogy vannak-e jó remékek, mármint nem amerikai filmeknek vannak-e jó amerikai remékjei, és a három férfi és egy bébi volt a megfejtés, amit tudtak írni nekünk az SMS írók. De hát, az micsoda? Itt a három férfi és egy Mózes kosáros, nem tény, de pár győnek lett egy három férfi és egy bébi is, Tom Szelekes. Igen. Szörnyűség, nem láttam, jó hagyjuk. Nem láttam. Na, tehát a Más világ című film az egy elképesztően mélyre vezet titeket a külsőségeiben, a külső mázában. Jó. Egy rémületes thriller, valójában pedig egy mély lélektani dráma. Így van. Tehát egy olyan thriller, ami aztán kiderül, hogy nem thriller, és épp ettől még, nekem egyébként még borzasztóbb, és még szörnyűbb. Hogy a sztoriba bevezessünk titeket. Na így van, ezt akartam kérni, egy kis körvonal. A háború végén, 1945-ben Jersey szigetén játszódik a film, ahol Grace, akit Nicole Kidman játszik, egyébként Nicole Kidman szintén Grace-t játszik, épp ugye, ahogy a Dogville-ben is Grace-t játszik, most is Grace, Nicole Kidman, hát ő várja haza a férjét a frontról. De nem jön, és nem jön, és nem jön. És egyedül neveli a két kisgyerekét, és a két kisgyerekkel bizony gondok vannak, méghozzá egészségügyi gondok, ugyanis ez a két kisgyerek fényérzékeny, ezért nem érheti őket a napfény, mert abban a pillanatban, akik bőrrákjuk lesz, milyen bőrük felhólyagosodik, és nem tudom, hamarosan meghalnak. Tehát, hogy így, és ebben a viktoriánus házban minden le van függönyözve, minden be van sötétítve. És a sötétségbe kuporognak és ezek az emberek. Ajtót nyitni, csukni, ennek külön szabály vannak, tehát az egész életük rettentő formalizmusok között zajlik, és ez a nyomasztó külsőségeit a filmnek épp hogy megadja, aztán ahogy egyre mélyebbre megyünk, egyre szörnyűbb és sötétebb dolgok várnak ránk. Azt hiszem, elég világosan fogalmaztam. Nem nyithatnak ki egy ajtót, mielőtt a másikat bezárnák, olyan nehéz ezt megérteni? Ez a ház olyan, mint egy hajó. A fényt olybá kell tekinteni, mintha az víz lenne, és így nyitni és zárni az ajtókat. A gyermekeim élete forog kockán. De asszonyom, én... Ne vitatkozom velem, hallgasson! Nos, melyikük ment utoljára a szobába? Lydia? Neki nincs kulcsa, ezt már mondtam önnek. Akkor csak maga lehetett. De én a halban voltam egész idő alatt. Aztán kimentem a kertbe, a saját szemével láttam. Azt akarja mondani ezzel, hogy én voltam? Hogy képzelheti, hogy elfeledkeznék olyasmiről, ami veszélyeztetné a saját lányomat? Azt akarom mondani nektek, kedves hallgatók, hogy ez minden fordulatos filmek királya. A legjobb film azok közül, amikkel ma foglalkozunk, a legjobb film azok közül, amelyekkel valaha foglalkoztunk fordulatos film kategóriában. Tehát ez, és nem az, ha a vér meghűl az ereitekben a film végén, amikor megtudjátok, hogy mi a szituáció, és először megrémültök, és utána egy ilyen végtelen nagyfokú, ilyen sztoikus nyugalom áraszt el titeket, és akkor vár rátok az örökké valóság. Szóval, hogy így nem is tudom megfogalmazni, hogy mekkora erejű film ez. Brutális. Ezzel nem tudok hozzátenni. Tehát ez akár itt lezárhatjuk az erről folyó disputát. Szerintem, mivel azért ilyen kísértet járt, a házról van szó, azért beszélgethetnénk egy picit erről az életről, halálról, halál utáni élet és hasonló dolgokról. Szerintem érdemes beszélni erről, mert Grace Stewart-tal, a főhősnővel, ugyebár Nicole Kidman a főszereplő, vele is érdemes lenne erről, vagy lett volna erről beszélni, ugyanis ez a Grace, ez úgy gondolja, hogy ő mindent tud erről a témáról, és hatalmas fölényességgel, és hatalmas önbizalommal viszonyul ehhez az egész kérdéshez. Nem így mondanám, egész egyszerűen egy jól nevelt katolikus nőről van szó, aki ott a katekizmusra oktatja a gyerekeit. És rettegteti, és riogatja őket a pokollal, meg a halállal, meg mindezekkel. Hát ugye amolyan jó katolikus módjára, és hát úgy gondolja, de ő tényleg úgy gondolja. Vagy anglikán talán, nem tudom, Jersey szigetén játszik. Egyébként de... lehet,
hogy ilyen, inkább ilyen puritán. Nem tudni. Ilyen nonkonformista. Én ezt kinézem belőle simán. Minden esetre, de az sincs kizárva egyébként, hogy írek. Tehát, hogy így, nem tudom, de valahol arra. Tehát, hogy a Jersey szigetén kik élnek. Hát ezt most nem tudom. Angolok, ez azt hiszem az a sziget, amit megszálltak a németek egyedül Angliából. Igen? Igen. Aha. Szóval, hogy ez a nő, ez úgy gondolja, hogy mindent tud erről, és aztán majd a film végén kiderül, hogy mennyire nem tud erről az egész témáról semmit. Róma kormányzója azt akarta, hogy más véleményük legyen ezután. Hopp, más véleményük legyen, ott pont van. Ezután? Elrendelte, hogy verjék meg, de Justus és a pásztor messze nem féltek, hanem ünnepeltek, mutatván, hogy képesek meghalni Krisztusért. Mikor ezt meglátta, Róma kormányzója feldühödött, és elrendelte, hogy vágják le a fejüket. Mi az, ami olyan vicces? Ezek a gyerekek nagyon hülyék voltak. Miért? Mert azt mondták, ők hisznek Jézusban, és ezért megölték őket. Te mit tettél volna? Megtagadod őt? Hát persze. Legbelül hittem volna benne, de nem mondtam volna meg a rómaiaknak. Á, mert értem. Szóval mindketten inkább hazudnátok, és megtagadnátok Krisztust. Hát azt megúsztátok volna, hogy lefejezzenek a rómaiak, ez igaz. De mi lett volna azután? Mikor? A következő életben. Abban, amelyik ránk vár, miután meghaltunk. Hová mentetek volna? Hová, Nikolász? A pokol tornácára. Csukjátok be a szemeteket, és próbáljátok elképzelni. Örökké. Fájdalom. Örökké. Kezdek szédülni. Most már értitek, hogy miért mondott Justus és pásztor igazat. Rendben. És most nyissátok ki a könyvet a 6-os leckét. Nem játszhatnám! Természetesen, de nem most. Először elolvassátok a leckét, aztán megtanuljátok. Kívülről. Azt egészen! Még egy ellenkezés, és ma egyáltalán nem játszhat. Itt van az SMS író velünk. Azt írja, láttam. Nagyon hatásos, pedig én általában mindent bekakilás nélkül bírok nézni. Tényleg elfelejtettem, hogy ez egy sztori, amit színészek adnak elő. Igen, hát ez a jó filmek ismérve. Ja, a gyerekek betegségét nem csak az anyja képzeli? Hát ezt nyitva hagyjuk nektek ezt a kérdést. Hogy mert azzal elárulnánk a... A gyerekek betegsége az közel sem, úgy kapcsolatos a fénnyel, meg olyan klinikai eset, ami ennek az anyjuk véli ezt. Tehát maradjunk egyelőre ennyire. Egyébként a gyerekszínészek zseniálisak, tehát annyira jól meg vannak csinálva, főleg a kisfiú. A kisfiút megnézi valaki olyan, mintha régi fényképeket látna, tehát ilyen 60-70-80 évvel ezelőtti régi kisgyermek fényképet. Tehát én, nekem egyébként a korhitelesség, illetve a nem a mi kultúránk, nem a mi korunk hangulata. Nagyon kevés olyan nyugati film van, amiben ez át tud jönni. Ugye egyszer régen már így vitatkoztunk erről a kosztümös filmek kapcsán. Na most ebbe a filmbe teljesen átjön. Na ez egy spanyol film, egy ízigvéri spanyol film, tehát ha valahol azt olvassátok róla, hogy spanyol, francia, amerikai thriller, akkor ezt felejtsétek el. Tehát a thriller is csak a külsősége ennek, ez egy dráma. Jó, hát ott a Nicole Kidman, aki ausztrál. Igen, na jó, Nicole Kidman, aki ausztrál, tehát ezért lenne francia vagy amerikai. Tehát különben meg mindenki spanyol benne. Tehát a rendező, a forgatókönyvíró, a zeneszerző, az operatőr, a producer, a vágó, a mindenki. Ennek kapcsán hagyj említsük már ez meg egy spanyol azt, film. Csak hogy, fontos tudni, hogy egy olyan filmről van szó, ami telibe elmenne amerikai filmnek, tehát annyira közérthető, annyira fordulatos, annyira jó a dramaturgiája. Tiltakozom, nem igaz. Külsőségeiben elmenne amerikai filmnek, csak közben meg egy olyan tartalmi mélysége van, ami az amerikai filmekben nincs, olyan forgatókönyve van, ami hát a kevés amerikai filmet jellemez. Fordulatos filmek vannak, európai filmek is, és pont ezt akartam mondani, csak letorkoltál, hogy a spanyol filmek az utóbbi években, mondjuk az utóbbi egy évtizedben nagyon-nagyon ráálltak az ilyen lélektani, filozófikus, helyenként misztikus thrillerekre. Hát Guillermo del Torónak a Faun labirintus az mindenképpen ilyen spanyol meg film. Nagyon-nagyon a fűtő, meg nagyon-nagyon sok filmet lehet sorolni. Fura a változáson esett, tehát a spanyol film. Engem egyébként halálra idegesített, kifejezetten utáltam a spanyol filmeket, főleg Almodóvárt ki nem állhatom.
Nem tudom, ebbe egyetértünk-e. Egyébként azt tudni kell, hogy a Gépész című film is spanyol film, amivel már foglalkoztunk ebben a szériában, és szintén egy fordulatos meg a film. Lakó, vagy albérlő, vagy na mindegy. Igen, hát, szóval ezek a filmek általánosan jellemző, hogy ezek tömegfilmek, tehát ezek commerce filmek, és miközben meg olyan mélyek, mint az óceán a Marianna ároknál. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, azaz visszatérjek a félbevágott mondatomhoz. Tehát érdekes átalakulást észlelek én. Jó, természetesen nem ismerem a spanyol filmeket annyira mélyen, de ami ide eljut Magyarországra, azok többségét azért így láttam, hogy a szexualitás volt a fő téma a 70-es, 80-as években, meg talán még a 90-es évek elején is, és utána pedig sokkal inkább ez a halál. Halál, illetőleg élet és halál, az életnek a legmélyebb értelme, a lélek, a szellem. Nagyon fura, tehát, hogy vajon mi a franc történt Spanyolországba, hogy átmentek. Engem, mondom, halálosan idegesítettek ezek a szexuális témájú spanyol filmek. Erőltetetnek, ócskának, hülyeségnek tartottam. Noha nyilván Spanyolországban egy más kontextusban lehetne ezt értelmezni, tehát nyilván Magyarországon másként nézzük meg, meg nagyon divatos volt ugye az Almodóvár, akit én különösebben nem kedveltem, és egyszer csak történik egy ilyen változás a spanyol filmben, hogyha, de nem csak Almodóvár, nagyon sokan Sonka, meg különböző filmeket lehetne itt mondani, tehát hogy a szexualitás volt a téma, és egyszer csak ebből átmegy a halál irányába. Tehát, hogy mi a franc történt ott Spanyolországban? Mi történt Spanyolországban? 0629 986 986 az SMS számunk. Akiről még beszélnünk kell, az Nicole Kidman, aki generációjának alig, hanem a legkiválóbb színésznője, vagy az egyik legkiválóbb színésznője, de megmerem kockáztatni, hogy talán a legjobb. És ez a nő, akit annyi sok éven keresztül ejtett túszul, ez a tehetségtelen kis szcientológus törpe, ez a Tom Cruise, aki a saját színvonaltalanságának a mélységeibe züllesztette le maga mellé. Kérdezhetek? Miért utálja mindenki Tom Cruise-t? Nem tudom, hogy mindenki utálja. De én nagyon sokan nem szeretik. Talán azért, mert egyetlen egy arca van, és mindig ugyanazt játsza, és mindig az a halál laza, és ráadásul rettenetesen irítál valaki, aki nem öregszik. Tehát intén 30 éve folyamatosan tök ugyanúgy néz ki a csávó, még mindig ugyanaz a Tom, és mindig Tomot játsza, én mindig Tom Cruise-t látom, sose látom azt a figurát, akit játszana. Tehát ugye, hogy a Leonardo DiCaprio-ból és a nyálas kis vizéből, hát szösziből lett egy ilyen férfias, mit tudom én? De nem lett belőle. Tehát én azt látom, hogy nem lett belőle, ő még mindig az a kölyök képű srác. Tégla, meg egyebek. Hát nem a DiCaprio-ról beszélek. Ja, én a DiCaprio, én azt mondom, hogy a Tom Cruise-nál nem történt egy olyan váltás, mint a DiCaprio-nál. Nem történt meg, és egyébként nem kedvelem a DiCaprio-t, de a Tom Cruise-hoz képest a DiCaprio az egy színész óriás. Tehát a Tom Cruise az egy rettentő tehetségtelen valaki, és addig az a szörnyű, hogy addig, amíg maga mellett tartotta, hát én úgy képzelem, hogy ő a teljesen kiszipolyozta a tehetségét, és mintha egyfajta bizonyos értelemben egy szellemi rabláncon tartotta volna Nicole Kidman-t, és akkor ilyen borzalmasabbnál borzalmasabb filmekben kellett a Nicole Kidman-nek égetnie magát. Pedig a Tom hát mellett. A Vanília égboltban is ugye pont a Tom Cruise már az változatban. Abban a borzasztó ami változatban. És akkor végül, miután elváltak, így a Nicole Kidman egyszerűen kivirágzott, és kiderült, hogy az egyik legkiválóbb színésznő valaha, és azóta olyan filmekben tűnt fel, és olyan alakítások fűződnek a nevéhez, hogy az valami elképesztő. Tehát az Órák című filmben, ahol nem is lehet gyakorlatilag fölismerni, azért kapott aztán Oscar-díjat, meg Golden Globe-díjat, meg Berlini Filmfesztiválnak a díjat, mindent megkapott. Tehát, hogy így az abban például, hát ott is fantasztikus, tehát a Dogville-ben is fantasztikus, tehát olyan tömegesen láttak napvilágot a Nicole Kidmannek a frenetikus képességeit bizonyító filmek, és hát az nem is tudom eléggé üdvözölni ezt a válást. Tehát, hogy így igazából gyakorlatilag újra született, tehát mintha kapott volna egy új esélyt, és hát egy körülbelül lehet látni azt, hogy milyen hatással van valakinek az életére, hogyha egy szientológushoz köti a sorsát. Na, ezzel te megsértetted a vallásszabadságot, ugye? Nem tudjátok véletlenül, hogy mi a címe annak a spanyol filmnek, ami egy kórházban játszódik, a gyerek onkológiai osztályon, nagyon lehúzós, nyilván Duna TV-n volt egyszer?
kedves SMS írók, válaszoljatok a kedves SMS író kérdésére a 0629986986-os SMS számunkon. Szóval egyébként lehetséges, hogy megsértettem a lelkiismereti és vallásszabadságot, de akkor Németországban a törvények sértik ezt, ugyanis Németországban be van tiltva a szientológus egyháznak a működése. Tehát ugye talán egy fél mondat a rádióban az talán nem olyan súlyú, mint a német államnak a hivatalos törvényei. Na már most, osztályozzuk már le ezt a filmet, a más világot. Nekem 9-es. Egy 9-es film, ami nagyon, az én esetemben már nagyon hajlik a 10-es felé. Mindenképpen nézzétek meg, hogyha nem nézitek meg, akkor minek éltek, kedves hallgatók, ennyivel tudom kommentálni az ajánlásunkat. De ezt szó szerint kell érteni, és megértitek majd, ha megnézitek a filmet, ezt a mondatot. Meg fogjátok érteni ezt a mondatot, menthetetlenül meg fogjátok érteni ezt a mondatot. A Más világ című film az egyik legnagyobb élménye lesz a ti eddig eltöltött celluloid pályafutásotoknak. Ezt a Hét mesterlövésze stábja garantálja a számotokra. Elkezdtek jobban élni, már mint a spanyolok. A létért folyó küzdelemből kibukkanva elvontabb témákra is kinyíltak. Lásd, dán filmek, írja a kedves SMS író. Nem tudom képzelni, nem tudom. Akkor ezek szerint gazdasági okai vannak, hogyha valaki elkezd filozofálni. Az órák szerintem még a Tom érában volt, írja az SMS író. Na jó, tényleg rossz, de a trópusi viharban nagyot alakított Tom Cruise. Igen, ott föl se ismertem, igen, teljesen ellett. Azt meg nem láttam. Igazi pojácát kellett játszani, tehát tényleg, amikor így pojácáskodni kell, akkor Tomra mindig lehet számítani, ezt tudjuk. Aztán itt van egy SMS író, aki megkérdezi tőled, mi a baj az Almodovárral? Amúgy a Faun labirintusa is spanyol, arról vélemény. A Faun labirintusa a spanyol, bizony, és azt a Guillermo del Toro rendezte, egy kiváló filmről van szó, és akarunk is majd foglalkozni a Faun labirintusával. Lesz egy horror adásunk, és akkor ott a Faun labirintusa a szóba fog kerülni. De várjál, hogy válaszoljak. Mi a baj Almodovárral? Hogy mondjam, nekem erőltetett. Tehát egyszerűen olyan problémákat, de mondom, ez egy szubjektív vélemény, tehát el tudom képzelni, hogy kiváló rendező. Nekem itt Közép-Európában, Magyarországon egyszerűen olyan témákat olyan módon dolgoz föl, ami az én társadalmi és szellemi valóságomtól nagyon-nagyon-nagyon távol áll. Tehát, én egyébként kedvelem az Almodovárt, bevallom. Tehát ilyen... És te miért? Én azért kedvelem, mert szerintem nem, egyrészt össze nem lehet téveszteni senkivel. Na jó, hát nagyon, ez önmagában... Nagyon, szerintem jó, a New York bandáiról azt a filmet sem lehet összetéveszteni semmivel. De szerintem a nő lelkének és a nő szellemének misztériumába nagyon erőteljesen és egyrészt összetéveszthetetlenül, ahogy mondtam, másrészt nagyon nagy meggyőző erővel vezet be. Uh-huh. Most fogalmazzak így. Akkor lehet, hogy engem maga a nő lelke nem érdekel. Lehetséges. Egy ebben van. Az esetben a Brokeback Mountain című filmet ajánlom a figyelmetbe Ang Lee-től. Poém. Szóval, a műsor telefonszáma azaz 0620 9986986, erre írhattok nekünk SMS-eket, az e-mail cím radiokafé@radiokafe.hu, erre írhattok nekünk e-maileket. Ez a Rádió Cafén a Hét mesterlövésze Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal a mikrofonok mögött. És most egy régi film következik. Eljutottunk mai utazásunknak a végpontjához, méghozzá itt most már teljesen a misztikum határoz meg mindent. A négy csavaros film közül ez az utolsó csavaros film, ez tulajdonképpen tisztán már az előző kettőben is van misztikum, de azért az, hogy is mondjam, lehet parabolikusan, átvitt értelemben, metaforikusan, példázatszerűen is érteni. Itt azonban egyértelműen egy sötét, misztikus horrorról van szó, ami azonban eléggé nívósan és mívesen van megalkotva, és ez pedig az Angyal Szív, Mickey Rourke-kal a főszerepbe, de hát ugye itt látjuk még a le nem fogyott, a vadbika dühöngő bika. Vagy bocsánat, dühöngő bika után kicsit, vagy alatt kicsit meghízott Robert De Niro-t is. A brilliáns Robert De Niro a sátán szerepében. A sátánt egyébként jó páran eljátszották már a film történetében. Al Pacino és Robert De Niro, hát nyilvánvalóan, hát kézenfekvő egyébként, hogy őnek kettőjüket annyira kéri ez a szerep. Hát ez az Angyal Szív, ez egy egészen kiváló. Csak egy déli ember játszhatja a sátánt?
Nem, de hát ők azért elég démoni figurák, tehát azért, hogy fogalmazzak, tehát hogy akkora színészek, akik megérdemlik azt, hogy a gonosz fejedelmét eljátszhassák. Az Al Pacinóban van is ilyen, de valahogy a Robert De Niroban annyira nem. Aztán mégis ilyen kiválóan hozza. Nagyon kiváló. Egy mellékszerepet játszik csak az Angyal szívbe, de azt nagyon jó. Na most minden lélektani drámák koronahercege Ellen Parker rendezte ezt a filmet, az akkora filmek után, mint az Éjféli Express, mint a Fal, a Madárka. Tehát, hogy ezeket most így persze nyilván voltak ilyen félresiklásai is, amelyeket hát így nem szeretünk annyira, mint például az Evita. Ami Budapesten igen, készült. Egyébként szóval... egy nagy tróger ez az Ellen Parker. De mekkora filmekről van szó? Miről beszélsz? Jó, nagy film. Nem ilyen értelme. A Fal, a Madárka? Hát emberileg egy pocsék alak, de hát ez most egy más kérdés. De miről szereztetek? Vagy tartozik neked pénzzel? Hát nem, hát itt Budapesten milyen szemét módon viselkedtek. Én ezt nem tudtam. Hát amikor az Evitát forgatták, ugye ingyen, vagyis ilyen nagyon-nagyon kis pénzért kapták meg itt a lehetőségeket, és olyan rosszakat írtak Budapestről, hogy itt tudom, a Duna szürke, a szállodák rosszak, itt minden pocsék és mindenki söpredék, miközben érted itt, mit tudom én, most nem akarok csúnya szót mondani, hogy mit csináltak miközben, nekik. Miközben mi itt a bolsevizmusnak a 40 éves nyomás alól éppen felszabadulva szeretettel vártuk őket, akik idejöttek, hogy így leforgassák ezt a csodálatos filmet Madonnával a főszerepben. Most figyelj, most lehet gúnyolódni, nem szeretem, tudod, amikor jó, hát biztos, éreztetik hogy nagy volt az velem, arca, hogy mit tudom én, egy gyarmati benszülött vagyok. Jó, hát én utána Ellen Parkert persona non grata-nak nyilvánítottam volna a magyar állam részéről, az egész izével, söpredékével együtt. Ez a minimum. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t. Kérem szépen Farkas Attila Mártont, hagyja Puzsér Robertet beszélni. Kérem. Mi van? Hát ő torkol le engem egyfolytában. Drága jó SMS író, nem hallgatja ezt az adást? Jó ember? Vagy jó asszony? Attól függ ki. Megcsapta a fülem. A Faun labirintusát a horror adásában tárgyalnátok? Már miért is? Szerintem baromira nem horror. Na hát erről majd a horror adásban beszélünk, hogyha horror, miért horror, van, és hogyha nem, akkor miért mégis abban az adásban tárgyaljuk. De térjünk vissza az Angyal szívhez. Beszéljünk az Angyal szívről, amelyet mondom Ellen Parker rendezett, és Mickey Rourke és Robert De Niro a két főszereplő. Egy, ahogy mondjam, ez is ott a thriller meg a horror határán van valahol. Egy Harry Angel nevű magánnyomozóról szól, akit Louis Cypher, ismétlem, Louise Cypher, aki hát a Lucifernek a hogy is fogalmazzak, a kis a szójátéknak. Igen. A szójátéka. Tehát, hogy ő Lucifer rejtőzik-e mögött, az ID mögött, hogy Louise Cypher, Robert De Niro szerepében, szóval megbízza őt azzal, hogy nyomozzon egy bizonyos Johnny Favorite iránt, ez a Johnny fiú, ez kötött egy szerződést annak idején, Louis Cypherrel, és ennek a szerződésnek az értelmében, ennek a Johnnynak a halála után bizony, hát az ő lelke az Louis Cypherre száll. Ugye miről van itt szó? Itt a Fausti alkuról van szó, ugyebár Faust volt az még Goethénél, aki megidézte a sátánt annak érdekében, hogy az ő szerelmének a kegyeit elnyerhesse, de hát azért gondolom, hogy a Fausti alku sokféleképpen kinézhet. Gondolom, hogy a sátánnak van egy ilyen formanyomtatványa, amiben az egyik fele ki van töltve a szerződésnek az, hogy halálod után a lelked rám száll, és az másik felét az pedig a te vágyaidnak megfelelően töltjük ki. Nőt akarsz, pénzt akarsz, itt tudom, érted? Tehát, hogy így, ami csak álmodsz magadnak, azt megkapod, mert hogy a sátán témába, egy igen nagy hatalmú szerződő fél. Ebben a témában profi vagy, ugye te csináltál egy kis filmet is erről. Igen. Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy te már megkötötted ezt a szerződést egyébként, a sátánnak. Hát hittem, hogy ezt fogod mondani. Igen, rossz szerződést köthettél, úgyhogy ezt föl se tételezem. Igen, nem állok annyira jól, mint aki a gonosz fejedelmével lepaktált. Szóval, vagy nem kell lesz a sátánnak. Ez a legrosszabb, hogy a sátánnak se kellek. Ez szörnyű. Szóval, a Louis Cypher és Johnny Favorite kötöttek egy szerződést, aztán Johnny fiú egyszerűen eltűnt. Megpróbált elbújni valahol, de a gonosz fejedelme az nem hagyja ezt annyiban, és felbéreli ezt a bizonyos Harry Angelt, és megpróbálja megtalálni. Csak hogy Harry nagy bajban van, mert egyre nagyobb is Harry a Mickey Rourke, a nyomozó, mert ahogy nyomoz, a nyomozása közben
azok, akikkel csak beszél, akikkel csak kapcsolatba kerül, akik csak őt informálják, vagy a nyomozás során segítik, azok egyre másra meghalnak. Tehát egy más után halnak. Csúnya haláláik vannak, tehát igen, igen. Ez a kiheréli és a nemi szervével megfojtja, meg dróttal átköti, meg elvágja, levágja, lekaszálja, kibelezi, szóval ilyen elég véres jelenetek vannak a filmben. Ugyanakkor mégsem a véres jelenetek a legszörnyűbbek. Na, erről beszéljünk egy picit a filmnek a képi világáról, Robi. Hát, hogy ne csak én beszéljek. Hogy beszéljen az SMS író is, azt írja, Istenem, az angyal film mennyire unalmas volt, hülye forgó ventilátorokra emlékszem, júj, rettenet. Az a jó, az volt a jó, nagyon nyomasztó álomképek vannak hát, benne. Igen, nekem, igen. Engem annak idején, mondjuk nagyon régen láttam, de annak idején nagyon megült. Egyébként allegórikus a film, a lift az például a más világba vezet le. A pokolba. Igen, a tojás az a léleknek a szimbóluma, a tyúkok állandóan jelen vannak végig. De ennek igen. Van egy konkrét háttere, jelesül a vudu. A vudu élénken jelen van a filmben, és látunk egy vudu szertartás részletet is, és ott a filmnek egyes szereplői azok a vudunak a hívei, mert az amerikai délen játszódik azért ez. Az 50-es évek Amerikájában vagyunk. Annak idején a filmnek egyes kritikusai kiválóan megállapították, és teljesen egyetértettünk vele, aki látta a filmet, az nyilván maga is észrevette, és mint én szeret utazni az időbe, és imádja a filmben az autentikus módon megjelenített korhangulatokat, korszellemet. Szóval az 50-es évek déli Amerikáját nagyon-nagyon remekül, precíz módon ábrázolja. Talán a precíz szó még gyenge is, mert nem pusztán a formában, hanem az 50-es éveknek a hangulatát előhozza nagyon kiváló módon, de hát ez nyilván egy mellékszál a filmbe. Szóval a vudúról van benne szó, és ezért van egy csirke irtózat, egy csirkétől való irtózat a filmben, mert ugye tudjuk, hogy a vuduba a csirke áldozat és a csirkelábbal való különböző mágikus mahinációk milyen fontos szerepet töltenek be. De visszatérve a képi világra, szóval nyomasztó, furcsa álmok gyötrik a főhőst, a magánnyomozót. Nem is tudjuk, hogy melyik, nem is tudjuk, hogy mi az álom, hogy hol az álom, és a valóságnak a határa. Ez itt teljesen elmosódik. Ebbe vannak az SMS író által írt ventilátoros jelenetek, és hihetetlen nyomasztóak. Tehát ahogy állandóan egy forgó ventilátort látunk a falba. És valami orgiának a részleteit, és mindig megjelenik egy figura háttal, és amikor szembefordulna, és az arcát látjuk, akkor nem láthatjuk meg soha a háttal szemben álló figurának, tehát a háttal nekünk álló figurának az arcát, és akkor fölébred az álmodó. Jó, de tehát ezek ilyen archetipikus képek. De tehát, Ellen Parkernek ez a védjegye, hogy az álom és az ébrendét, az őrület és a valóság tudatos és módszeres ez érzékelésének igaz, a határa. Ez igaz, hogy a többi Ellen Parker filmben ennyire azért nem ütős ez a dolog. Úgy érted, hogy a falban nem ennyire ütős. A falban nem vagy ennyire ütős, mert a fal ennyire. Az a madárkában pláne nem, és igazából az Éjféli Expressben is azért az álom ez kevéssé játszik szerepet benne. Noha van abban is álomkép, de igazából az egy ilyen nagyon-nagyon lefokozott valami. Itt más, itt minőségileg más az álom. Ezek misztikus álmok. Egyrészt archetipikus képekkel operál, pontosabban archetipusokkal operál. Fogalmazhatunk úgy, hogy a Jung féle kollektív tudattalamból merít. Miközben az a poén az egészben, egy dupla fedelű bőröndel állunk szemben, hogy a személyes vonatkozásai vannak. Tehát igazából a főszereplőnek személyes vonatkozásai vannak, személyes emlékképeket látunk, mégis ezek a személyes emlékképek egyben archetipusok is, ezért hatnak a nézőre, legalábbis rám ezért hatott. Azt javaslom, hogy tanúskodjék számotokra a film erejéről, a Louis Cypher és a Harry Angel közti beszélgetés. Johnny barátunknak sikerült tökéletesen eltűnnie. Úgy néz ki. Ugye tudja, mit mondanak a csigákról? Nem, mit mondanak a csigákról? Hogy mindig marad utánok egy nyálkás csík. Meg fogja találni. Nem fogom megtalálni. Ugyanis egy apróságot még nem mondtam el. Ez a Fowler doktor, akit mondtam, azóta meghalt, de úgy, hogy az agya szétspriccelődött az egész szobában. Fowler? Igen, Fowler. Maga ölte meg? Nem én öltem meg. De a zsarú gyanúsítottnak. Szóval nézze, én azt vállaltam, hogy 125 dollárért felkutatok valakit magának, stimmel? Hát erre most gyanúsított lettem, úgyhogy vége, kiszállok. Ez magánál szakmai kockázat, Angel úr.
Ha a tiszteletdíj a probléma, lehet segíteni. Nem, Cypher, maga a probléma. Nézze, én közelebb nem szoktam lenni a halálhoz, mint mikor állok a Second Avenue sarkán, és bámulom, hogy viszi a hullát a halott taskocsi. Érti? Tartom 3 lépést. Mi ez, fél? Félek. Azonnal szólok az ügyvédemnek, hogy küldje magának egy csekket $5,000, ha pedig így sem vállalja, megbízok valaki mást. $5,000-et mondott? $5,000. Úgy látom, ez a Johnny bizok fontos magának. Szeretem lezárni az ügyeket. Tudja, vannak olyan vallások, amelyek szerint a tojás a lélek szimbóluma. Hallott már erről? Nem, most hallom először. Kér egy tojást? Nem, köszönöm. Heróton van a tyúkoktól. Érdemes beszélnünk arról, hogy ez a Mickey Rourke, ez milyen elképesztően eszetlenül nagy színész, hogy ez mekkora egy zseni. Most tér vissza egyébként éppen a Darren Aronofsky-nak a filmjében, a Wrestler, vagy a Pankrátor című filmben most mutatták be a mozikban, ott is kiváló. Valaki látta a Sin City-t, ott, hát nem igen, ott is visszatérte, hogy az a csávó, aki úgy megy, mintha így, mintha vízben menne. Tehát, hogy így a levegőt így sodorja el. És lekaszál, és szét bárdal mindenkit földarabol. Az így nem, a Mickey Rourke csodálatos, imádjuk, de halleluja, Hare Krishna, a Mickey Rourke-nak annak a legnagyobb tiszteletadás az egész szerkesztőség részéről. A Mickey Rourke, és nem tudom, hogy miért volt a Hollywood ennyire szűkmarkú a Mickey Rourke-kal szemben, hát ő gyakorlatilag a 90-es évekre megbukott. Megbuktatták a Mickey Rourke-ot a 90-es évek második felére, eltűnt. Lehet, eltűnt a filmászonról. A pocsék élete miatt. Hát lehet, hogy a rossz élete miatt, de... Mert ugye azt tudni kell, hogy alkesz, kábítószeres, minden, amit el minden volt, képzelni. Minden volt, nagyon mélyre... De amilyen mélysége van a játékának, olyan mélysége lett az életének, de állítom, hogy nem tudná ezt a elképesztően szuper meggyőző alakítást előadni a Wrestlerben, hogyha az ő élete nem olyan lenne, mint a hősének az élete, akit alakít. Egyébként az ironikus, hogy az előbb éppen Nicole Kidmanről beszélgettünk, és Nicole Kidman csak azért utasított vissza egy szerepet, pontosan nem utasított, ez volt a feltétele, hogyha Mickey Rourke-kal kell játszania, akkor nem vállalja el a szerepet, és Mickey Rourke halálosan megsértődött, hogy nem ad esélyt neki Nicole Kidman a visszatérésre. De azt mondta, hogy ezzel az alkoholistával ki van zárva, hogy ő csókolódzon mondjuk a filmbe. Egy bigot muff. Hát ez az, na ez a zseni. Miközben együtt élt évekig kiváló és zseniális Tom Cruise-zal. Némi képmutatást eltanult Tomtól, tehát hogy ez nem lehet, semmiképpen sem lehet véletlen. Na de vissza az angyal szívhez. Az angyal szív az egy belső utazás, mert miközben a cselekmény odakint zajlik a felszínen, a közben, a mélyben ezzel párhuzamosan zajlik egy egészen másik cselekményszál, amiről egy szót nem fogtok megtudni tőlünk, mert meg fogjátok nézni ezt a filmet. Mondom, meg fogjátok nézni az Angyal Szív című 113 perces filmet, amely 1987-ben készült, és amely ugyanakkor az egész, hogy mondjam, az egész műfajnak a legerősebb képi, legerősebb vizuális sajátosságait emeli a ti számotokra, a filmvászonra úgy, mint a monitorjaitokra abban az esetben, hogyha ránk hallgattok és megtekintitek. Mi a pláne abban, hogy leszurkol valakiért $25,000, és aztán csak úgy sorsára hagy? A lányom érdekében tettem. Ez a Johnny belevitte mindenféle homályos praktikákba, és a lányom ész nélkül követte. Tudom, találtam nála egy bepazsamozott kezet. A dicsőség kezét. Állítólag kinyit minden zárat. Egy halálrejtély gyilkos készfeje akkor vágták le, amikor még kötélen lógott. Margit legalábbis azt hitte. Fekete mágia. Fekete-fehér egyre megy. A lányomat mindig is vonzotta. A gonosz. A gonosz csak egy üres szó, Angelul, amin mindenki mást ért és csak másokkal kapcsolatban emleget. Margit nem volt gonosz. Igaz, mindig furcsa kislány volt, aki előbb ismerte a tarokkártyát, mint az ABC-t. Kinek a hatására? Valami cseléd vagy nevelőnő, ki tudja. Valami cseléd vagy nevelőnő, na ne nézzel meg engem teljesen hülyének. Maga volt az, aki beadta. Maga vér, maga csátán imádó. A sötétség fejedelme megóvja a hatalmasokat. Ja, beszélj nekem hülyeséget. Ez a igazsága maga baja, ha nem hiszi. Elmondta nekem az igazat, te szemétláda. Vagy esküszöm, megsporolg az államnak egy kivégzést. Én hoztam össze Johnny Favoritet a lányommal. Ritka nagy hatalma volt. Egyszer megidézte Lucifugot a szobám kellős közepén. Sokkal beavatottabb volt, mint én. Szerződést kötött a sátánnal. Eladta neki a lelkét. Ha mit tépd el, hogy azt beveszem? Beveszi, nem veszi, engem nem érdekel. Ez csak hülye szöveg. Sügeteli, tösszavissza magam még. Rohadj egy lába. Eladta a lelkét, hogy sztár lehessen.
Már leessen, ez is csak végtelen! A sátán feljött a mélyből, teljes pompájában, de Johnny azt hitte okosabb a sötétség fejedelménél. Eladta neki a lelkét. De amikor feltört, vissza akarta csinálni. Ne akarjuk szögetelni nekem, tudom, hogy hazudik! Johnny rábukkant valami ősi szertartásra egy régi kéziratban. Ezért kellett egy áldozat, aki egyidős vele. Minek? Hogy elvegye a lelkét, ezért Tuss és Johnny kisúrt egy fiatal katonát. Ki volt az? Senki, egy fiú, egy közkatona, aki a Times Square-en szilveszterezett. Ki volt az a katona? Elvitték Johnny szállodájába, és ott zajlott le a szertartás. Milyen szertartás? A fiút levet köztették és megkötözték. Mindenféle varázsigét mondtak fölötte latinul és görögül. Egy összöget égettek a mellére. Margrét egy szűzpengét adott Johnny kezébe. Ő pedig felhasította a fiú mellkasát, és megette a szívét. Olyan gyorsan történt, hogy a szív még dobogott, amikor Johnny felfalta. Jól hangzik, mi? Ami a csekélyebb fantáziájú nézőket esetleg meglepheti, a film véges felé derül csak ki, hogy Louis Cypher az maga Lucifer, ugyebár Robert De Niro a sátán szerepében, de nem ez a fordulata a filmnek, tehát ez eszünkben sincsen elárulni nektek azt a fordulatot, amiért a filmet látnotok kell. Ugyebár nagyon sok minden árulkodik erről, például a De Niro-nak az ujján a fordított pentagrammás gyűrű van, például. Meg megeszi a tojást, ilyen nagyon látványos, patetikus módon. Kicsit hát, ironikus egy, módon. Mint aki egy ember lelkére éhezik. Így van. Valami így van. Egyébként az egy ősi elképzelés, hogy váltságot adhatok magamért. Na most nagyon sok mágiába. Hát, lehet, hogy te vagy az én váltságom, és megúszhatom a dolgokat. Van egy ilyen nagyon jazzes, bluesos. Igen, épp ezt akartam mondani, ugye az 50-es évek déljéről beszélünk, ez pedig New Orleans, na, világa. A tsunami előtti New Orleans. Így van, a mocsárvidék, ahol ugye csak úgy hemzsegnek a vudu szertartást végző varázslók, mágusok, hát kuruzslók. Azt kell tudni, hogy a vudu az és a... És él a jazz. A vudu az az Afrikából Amerikába hurcolt rabszolgáknak a törzsi vallásaiból és a kereszténységből született. Bizonyos elemeikből Haitin, illetve ez átsugárzott az amerikai dél bizonyos részeire. Ugye New Orleansnak van egy ilyen franciás kultúrája, ez, és van egy ilyen érdekes szellemi összeköttetése a Haiti, illetve a Haitival, illetve a karibi világgal, és ezért oda átsugárzik a vudu. Lehet, hogy egyébként ez okozta pusztulását New Orleansnak. Szóval az angyal szív, de úgy tűnik, hogy nem jól varázsoltak. Az angyal szív... Vagy éppen ez volt a lényeg. Az ebben a közegben zajlik, lehetséges, hogy a Louis Cyphernek ezt a kis fészkét próbálta meg az Isten egy cunamival elsöpörni. Egy szó mint száz, ez a film, ez valami nagyon sötét, nagyon démoni cselekményt idéz meg a ti szellemi képernyőtökre. Ki maga? Johnnyval haverok voltunk a seregben. Én azt hittem, maguk ketten, hogy is mondjam, szóval, na jó, bevallom, nem vagyok régi haver. Engem csak azért fizetnek, hogy szimatoljak. És már itt tartunk, nem is Bálint napon születtem. Csak így akartam megtudni Johnny jövőjét. Johnnynak nincs jövője. Nem él. Már 12 éve meghalt. Most pedig legyen szíves és menjen el. Nézze, tudom, maga most biztosan azt gondolja, hogy jövök én ahhoz, hogy belemisem az orromat ezekbe a dolgokba, de hát így el, én nem akarok a magánéletükbe vájkálni, csak... Mondom, hogy meghalt. Nekem legalábbis mindenképpen. Csúnyán megsebezhette. Mindannyiunknak vannak sebei. Nézze még csak annyit, hogy én nem sokat tudok az egészről, de Johnny elég hülye lehetett, ha magát elszalasztotta. Van, akinek a hazugság és a kegyetlenség életeleme. Isten önnel én, Joe úr. Sajnálom. Szerettem volna a tenyeremből jósolt adni. Érezni, hogy fogja a kezemet. Nem örülne annak, amit mondanék. Ajaj, hogyha Johnny halott, akkor para van, mert akkor a lelke Cypheré. És akkor ez a Johnny fiú, ez nem véletlenül bujkál, mert tudja jól, hogy már 11 néhány éve, akár már a sátán el kellett volna, hogy ragadja a lelkét, de hát az az igazság, hogy a sötétség fejedelme az nem csügged, és minden eszközt megragad annak érdekében. Ő azt mondja, hogy nem szereti az el nem rendezett ügyeket. Tehát szeret pontot tenni az ilyen kétes jogi ügyeknek. Követeli a maga jussát, ami jár neki. Sziasztok, mesterlövészek, írja nekünk Andi, ezúttal e-mailben. A más világ producere Tom Cruise a forgatás végére váltak el, írja az SMS író. Hát igen, de az már, hogy mondjam, látszik
múlik azon a filmen, meg ezen az egész sztorin, hogy akkor már, hogy mondjam, kikerült a Nicole Kidman a Tomnak a szellemi szakmai hatása alól valamelyes legalábbis. Én nem misztifikáltam ennyire ezt a dolgot, viszont osztályozzuk le az Angyalszívet. Iszonyatosan jó film, írja a kedves SMS író, már mint az Angyalszív. Miki esendő, sebzett és nagyon erős a szexualitása, erősebb, mint a 9,5-7-ben. Hát Miki Rourke-nak, hogy mondjam, minden erős, és nem csak a szexualitása, a film pedig egy szintén egy erős 8-as. Szerintem. Nálam a 7-es és a 8-as között, mert azért a puszta formalitás meg a Nincs kiút egy fokkal jobban tetszett. Hát én egy erős 7-est adnék neki. Mi voltunk a hét mesterlövészei a Rádió Cafén. Legközelebb jövő hét szombaton lesz a Cafén hét mesterlövésze. Addig is nézzétek meg ezeket a filmeket, azért mégiscsak a tegnapi és a mai napon 8 filmmel szolgáltunk a számotokra, hát ezeket pont lesz időtök addig megtekinteni. Most a Rádió Cafén zene lesz, úgyhogy a következő egy órában hallgassatok zenét, és ezt követően pedig úgy szintén, és tovább, és egyre, és csak azért is Rádió Café. Mi pedig búcsúzunk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton, további kellemes hétvégét kívánva. Sziasztok! Sziasztok.